Március 15-e alkalmából a Marosvásárhelyi váradott otthont a Petőfi Pilvax kávéház eseménysorozatnak, amely által az 1848-as forradalom hőseinek emléke előtt tisztelegtek. A színes programkínálat között sor került a Stílus a Magyar elnevezésű divat bemutatóra is. Évek óta ilyen értékeket átörökítő, hagyományos, kulturális, művészettörténeti értékeket átörökítő divatbemutatókat szervezünk, és hát körülnézünk, hogy kik azok, akiknek stílusa a magyar, akik szívesen merítenek, és nagyon könnyű volt ezt a 11 tervezőt, igazából még hosszabb is lehetne ez a sor, ugyanis nagyon sokan szeretettel fordulunk ehhez a mintakincshez. Az alkotások tervezői többek között marosvásárhelyiek, de bemutattak olyan darabokat is, amelyek kolozsvári, sepsiszentgyörgyi, szamosújvári és szovátai tervezők ruháit képezik. Ezen kívül Budapestről is érkezett egy kollekció. Csibi Cecília, a Cecil szoknyák megálmodója és tervezője, mindig rajongott a népművészetért. Folyamatosan inspirálják azok az alkotások, amelyek a népi hagyományokat tükrözik. Az egyik mozgatórugója ezeknek az alkotásoknak az, hogy hordható, viselhető, használható darabokat szerettem volna alkotni. Tehát most írás, nagyon szépek az eredeti dolgok, de nagyon kevesen és visszafogottan használják őket. És ezek átültetve, ez a mintavilág, ez a formavilág, ezekre a szoknyákra például, amiket én készítek, viselhető és használható mindennapokban, ünnepeken, táncházba, színházba, ki ahova szeretné. És úgy látom, hogy nem csak én, hanem sokan szeretik. Azért gondoljuk, hogy nagyon kifejező ez a cím, hogy stílus a magyar, hiszen ez a formavilág, ez az értékrend örök. Úgy gondoljuk, hogy ez belénk van kódolva, és ha valaki nyitott szívvel, nyitott szemmel fordul ehhez a mintavilághoz, akkor egész biztos, hogy talál kedvére valót. A legminimalistább, sportosabb stílustól egészen a romantikusig mindenki biztosan talál kedvére való átemelhető elemet, és nagyon sokféleképpen tudják ezt továbbvinni a művészek saját alkotásaikban, akár konkrétan átemelve, akár egy kicsit stilizálva, beleépítve a saját egyéniségüket is. Ezért gondoljuk úgy, hogy több évszázad után is még mindig kedveljük ezt a formavilágot, tehát ez nem egy divat, hanem egy örök érték. A stílus is tulajdonképpen divattól független, örök.